Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit, lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Megnyílt a 9. Bőkös Fesztivál. Ingyenes összművészeti fesztivál az Ormánságban. Keresztény európaiak és muzulmán törökök összecsapása. 337 éve zajlott a Nagyharsányi csata. A magyar himnusz ihlette alkotások Siklóson. Kiállítás nyílt a várban októberig. Reneszánsz és törökkori emlékek. 3 napra újra életre kelt a Múzeum utca. Megnyílt a 9. Bőkös Fesztivál. Az összművészeti fesztivál valamennyi programja ingyenes az Ormánságban. Idén először tervezték 10 naposra a hagyományőrző népművészeti kincseket, értékeket bemutató rendezvénysorozatot. Gazdag, színes programok Szaporcán, Kémesen, Tésenfán, Rávacsehiben és Mária Gyűd is bekapcsolódott idén. Mint egy évtizeddel ezelőtt a hátrányos helyzetben lévő Ormánságban indult el a Bőkös Fesztivál. Akkor még nagyon kezdeti lépéseit tette meg az összművészeti esemény. A rendezvény céljai kiválóan illeszkednek az agrártárca azon törekvéseihez, amelyek a helyi értékek megőrzésére és gyarapítására irányulnak, mondta Nagy István agrárminiszter, a rendezvény fővédnöke Szaporcán a megnyitón. Azért is jó önökkel együtt lenni, mert a Bőkös Fesztivál céljai illeszkednek az Agrárminisztérium törekvéseihez, feladataihoz, ráadásul több területen is. Jó érzés látni, hogy évről évre egyre többen jönnek el erre a fesztiválra, hogy együtt ápoljuk és éltessük közös örökségünk fennmaradását. Ez a gyarapodás egyszerre segít szélesíteni és elmélyíteni ismereteinket azokról a megkülönböztetésre, kiemelésre méltó helyi értékekről, amelyek egyediek, különlegesek, és csak is az Ormánságra, sőt kifejezetten a Bőközre jellemzőek. A hagyományőrzés segíti, hogy újabb és újabb értékek kerülnek felszínre. Ezzel pedig az összmagyarság történetének egy-egy újabb mozaikja kerül a helyére. A helyikre kerülő mozaikok összekötő kapocsként is működnek, hiszen általuk kapcsolódnak még jobban egymáshoz a különböző tájegységeink, és ami a legfontosabb, az ott élő emberek és a népcsoportok is. Mit tudunk adni innen? Mit tudunk felmutatni az ide látogatóknak? Mindazt, amit Kákicsi Kis Géza, hajdani akadémikus, itteni szomszéd közeli település Kákics református lelkipásztora 1937-ben az Ormánság című nagy monográfiájában leírt. Leírta abban az egyedülálló kötetben, hogy egy olyan Árpád-kori térségben vagyunk, amely egy önálló nyelvet őriz, egy önálló tájnyelvet, egy fantasztikus népdalkincset. A tájszótára és népdalkincsestára önmagában megérdemli az akadémiai figyelmet, de emellett pedig olyan nép lakja, amely noha az évszázadok során fent is volt és lent is volt, mégis megérdemli azt, hogy minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy azt a sok értéket, amit évszázadokon át hordozott, ma is képes legyen átadni az összmagyarságnak. Nagyon örülök a Mária Gyüdi kegyhely bekapcsolásának, mint helyszínnek, hiszen a komoly zene vonatkozásában kétségtelen, hogy egy nagyon méltó és rendkívüli üzenettel bíró a Géniusz Locit etárgyban mélyen átélhetővé és még szélesebb spektrumon új üzenettel gazdagító elem lesz ez, úgyhogy nagyon remélem és köszönöm is plébános úr szíves csatlakozását ehhez a programhoz. Ennek a fesztiválnak vannak csöndjei is, ez nem a zajról szól csak, bár a hétüles tó mellett nyilván lesznek decibelek néha-néha, de rá lehet csodálkozni a tájra, a Dunadráva Nemzeti Park
Ezúton is köszönjük igazgató úr sok éves partnerségét. A Duna-Dráva Nemzeti Park segítségével rengeteg a környezetben, a természettudományban fellelhető értéket lehet itt testközelből megszemlélni. Szinte itt lenne a helye minden iskolásnak, és meg kéne nézni a látogatóközpontot és a különböző vezetett túrákat. A zenés-táncos megnyitó után közös imádságra invitálták az egybegyűlteket a szaporcai református templomba. Áldjad élelkem az Urat és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad élelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tételéről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Négy település, Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi hívta életre az Orbánsági Bőkös Fesztivált. Sokan remélték és bíztak abban, szép hagyomány kerekedik ki belőle, ami így is lett. Ma már 10 naposra tervezhették az ingyenes gazdag programkínálattal bíró fesztivált. Hoppál Péter kormánybiztos elmondta, annak idején 2 irányból indult a folyamat. Egyfelől a gondoskodás gesztusa a legmagasabb szintről, mert hogy 2013-ban Orbán Viktor vezetésével Magyarország kormánya kihelyezett kormányülést tartott itt a Bőkös Fesztivál egyik településén, Kémesen, és akkor olyan döntés sorozat született, amelynek keretében az ormánság felemelkedésére számos kormányzati gesztus és döntés jött létre. Megindult az Ősdráva látogatóközpont építése, turisztikai szálláshelyek létesítése, kerékpár utak szövik be most már ezt a Dráva-menti térséget, és bizony-bizony a falusi élet feltételeinek javítása és bővítése a falusi csokkal, illetve a Magyar Falu Program pályázataival egészültek ki. Így ma már rá sem ismerünk erre az ormánsági bőközi tájra. 10 évvel ezelőtt ez valóban a pusztulás évtizedeit magán hordozó, nagyon leszakadó térség volt. Mára azonban részben a teljes körű foglalkoztatássá alakult közmunka programnak köszönhetően, részben az infrastruktúrális programoknak, részben a bőséges pályázatok köszönhetően a falusi lét felértékelődött. És az emberek becsülik azt, hogy ennek a csodálatos tájegységnek a lakói, és a folyamat másik részeként, válaszként reagálnak arra, hogy ők meg akarják mutatni azt az örökséget, amit a dédszüleik és az itt élő generációk felhalmoztak. Ez a fesztivál nem a tudatmódosítások, hanem a tudatszint emelésének a fesztiválja, mondta Pataki András fesztiváligazgató. Ilyen szempontból ez egy teljesen más filozófia, egy minden más fesztiváltól eltérő megközelítés. Ez a térség meg tudja mutatni saját magát, ebben a térségben hidak jönnek létre, és ennek a térségnek is megvannak az értékei. Olyan épített örökség van, olyan népművészeti kincs van, és olyan történelmi, kulturális háttér van itt ebben a térségben, amelybe érdemes kapaszkodni, és lehet is. Ez az, ami az ember identitását meghatározni képes. Regionális szinten is vannak ilyen értékeink Magyarországon, nagyon sok esetben. Ezeket az értékeket, hogyha átélhetővé tudjuk tenni, és át is éljük, akkor másképpen fogjuk élni az életünket, a felnőtt szocializáció, mert ilyen is van, hiszen nem csak a gyermekeket kell nevelni, a felnőtt szocializációnak is van formáló ereje. Több mint 200 programmal várják a közönséget az idei Bőkös Fesztiválon. A már tradicionálisnak számító, ingyenesen látogatható dél-baranyai összművészeti eseményt augusztus 15-e és 25-e között rendezik meg. A Harsányhegyi csata 337. évfordulója alkalmából koszorúzást tartottak Nagyharsányban. A szoborpark területén pedig felidézték az összecsapás jeleneteit a hagyományőrzők. A csata a keresztények és a muzulmán törökök között zajlott, ami Európa jövőjét határozta meg a szakember szerint. Török és keresztény csapatok a Nagyharsányi Szoborparkban, a hagyományőrzők a Harsányhegyi csata 337. évfordulóján elevenítették fel a harci cselekményeket. A Harsányhegyi csata a 150 éves török hódoltság véget ért
Itt egy nagy pusztításra, török oldalon nagy pusztításra járó csata volt. Itt nagyon elvéreztek a törökök, és a keresztény seregeknek nagy diadala lett, egy kevés vérveszteséggel, szép vidékünkön. Hát egy nagy térséget foglalt magába, tehát tényleg egy térséget átölelő csata volt, mert Villánytól gyakorlatilag majdnem Siklósig és Eszékig tartott a csatának a területe, és a lezajlása, mert még utána hetekig kergették a törököket a mocsárba. Most maga a Harsányi csatát mutatjuk be, annak a jeleneteit, és hát itt úgy kezdődik, hogy az eszéki hadjáratot, a keresztény seregek eszéki hadjáratával kezdünk, ami az eszék sáncainál ugye nem sikerült, és utána lejátszuk a Harsány hegy lábánál történt eseményeket, ami aznap történt mindent. Idézőjelben 20 percben megpróbáljuk bemutatni, igen, a sáncelfoglalásokat, a török cselvetést, ami egyébként egy szenzációs ötlet volt, a keresztények hogy vették fel a kesztyűt evel a cselvetéssel szembe, és maga az, ami egy véletlenül múlott a csata, hogy itt a bozótok és a terület elrendezése miatt rosszul mérte fel a török a területet, és a lovassága nem tudta rajtütést megszervezni, és gyakorlatilag elvéreztek a keresztények puskatüzébe. Korhű ruhában, fegyverekkel, ágyú és muskéták tüzében mutatták be a csatát, illetve előtte még visszautaltak az eszéki ütközetre a nyitó jelenettel. Azért a török korszaknak ez a vége, ez Európában már egy nagy katonai fejlődést hozott, tehát igazából a keresztényeknek jobb puskájuk volt, a lőporuk is jobb volt, a szervezettségük is valamivel erősebb volt, ők már modernebb eszközöket, modernebb hadászati felállásokat használtak, viszont a török egy picit elavult, és a magyarországi területeken előfordult az, hogy folyamatos csatákba a törökök elvéreztek, folyamatosan kikaptak ebbe a korszakba, és a szakképzett úgymond veterán hadseregek elfogytak, tehát már itt is a Harsányi csatánál a sáncokban például le van írva, hogy a topcsik, akik a tüzérek, ugye nekik ágyúik voltak, még a keresztényeknek nem, csak muskétaik, de másodosztályú lőporuk volt, egy gyengébb lőpor volt, rosszul lőttek, lejegyezte a keresztény is, meg a török oldal is, hogy gyakorlatilag a keresztények mögé lőttek. Itt minden szerencsétlenség összejött, még az is le van írva, hogy a keresztények puskapor füstje, az egy tehát széljárás miatt a török sáncok fele ment, és csípte a törökök szemét. Tehát el lehet képzelni, hogy itt azért hány tízezer puskas szobott egyszerre, és gyakorlatilag itt semmi nem jött össze a töröknek. Ahhoz, hogy itt sikerült a törököket megállítani és véget vetni a megszállásuknak, az egész keresztény Európa összefogására volt szükség. Egy 50 ezer fős osztrák, magyar, bajor, horvát hadseregre. Én úgy gondolom, hogy erre a csatára nagyon fontos emlékeznünk, mert ha belegondolunk, akkor a keresztény világ egy nagy győzelme, de a hazánk felszabadulása is egy 150 éves megszállás, és után, és azon kívül pedig maga a haza szeretet. Tehát ha belegondolunk, ez a 150 év után pont az ennek a csatának a kálváriája, hogy az itt lévő török csapatok is, ha úgymond, már a hazájukért küzdöttek és a hitükért, és a keresztény csapatok is ugyanígy a hazájukért és a hitükért küzdöttek. Ugyanazért megjegyzem, hogy ez nem a törökök hazája volt, még ha itt is születtek, meg úgy gondolták. Tehát igazából egy érdekes millió jött össze, és ez a nagy vérvesztesége a törököknek is, az, hogy 8000 janicsár itt pusztult a sáncokba, ez mind ezért történt. Tehát mindenkinek egy elvi ügy volt. Az 50 ezeres keresztény és a 60 ezeres török sereg összecsapása az utóbbi teljes vereségével végződött. 8000 janicsár vesztette életét a sáncokban. A csata helyszínén állított emlékműnél koszorúkkal is emlékeztek a Harsányhegyi csatára magyar és horvát résztvevőkkel.
Közel 100 alkotás látható a magyar himnusz kiállításon a Siklósi várban. Képek, szobrok, sőt ruhák kerültek be a tárlatba, amikben közös, hogy a himnusz ihlette az alkotásokat. Budapest, Győr, Székesfehérvár, Szeged után utolsó állomásként Siklóson láthatók a műalkotások. Magyar himnusz Kárpát-medencei keresztény magyar kortárs alkotóművészeti kiállítás olvasható plakáton. A Siklósi vár termei adnak otthont október 1-ig ennek a tárlatnak. Az ünnepélyes megnyitót augusztus 18-án tartották. Siklós polgármester elmondta, bár eddig a nagyobb hazai városokban mutatkozott be ez a vándorkiállítás, a baranyai település is méltó helyszín. Ez a Siklósi vár az 1000 éves történelmünknek egy nagyon fontos bástyája, egy nagyon fontos megállópontja, és olyan minőségi módon tudunk keretet adni ennek a kiállításnak, ahogy azt én hiszem, hogy talán senki más rajtunk kívül, bár egy picit biztos elfogult vagyok, de a Siklósi vár kiállító tereiben. Ha néhány szóban szeretném összefoglalni azt, hogy miért is jó, hogy itt van ez a kiállítás, azt gondolom, hogy a himnusz kiállítás az hazaérkezett, Siklósra mindenféleképpen. A kiállításnak fontos üzenete van, amit a siklósi helyszínen utolsó megállóként a látogatók is átérezhetnek, mondta polgármester. Talán az utolsó nagyobb időszakot öleli át, amikor bemutatásra kerül ez a kiállítás, ugye közül a másfél hónapot lesz itt majd a siklósi vár falai között megtekinthető, és azt is tudjuk, hogy határainkon túlról is vannak olyan alkotóművészek és olyan műalkotások, amelyek itt bemutatásra kerülnek. Talán nincs fontosabb üzenet, mint hogy mi egy nemzet vagyunk, magyarnak születtünk, és erre nagyon büszkék vagyunk. A himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából hirdettek pályázatot. Ez alapján kezdtek alkotó munkába a művészek, idézte fel Józsa Judit, a kiállítás kurátora. Nemzeti imánk a magyar nemzeti identitás, a közösségi emlékezet, a hazaszeretet, a hazafiság, a hősiesség, az önfeláldozás és az összetartozás erejének megtestesülése. Mit üzen 2023-ban, azaz 2024-ben a magyar himnusz a Kárpát-medencei kortárs keresztény magyar alkotók műalkotásain keresztül? A Józsa Judit Művészeti Alapítvány a Nemzeti Imánk születésének 200. évfordulója tiszteletére magyar himnusz címmel és tematikával, a fenti gondolatok és eszmék mentén nyílt képző nép- és iparművészeti pályázatot hirdetett kizárólag profi alkotók számára. A kurátor idézte a kiállítás fővédnökének, Vitályos Eszter kormányszóvivőnek, államtitkárnak a szavait is a megnyitón. Himnuszunk hívó szavára készült el a sok-sok itt látható alkotás, de úgy is mondhatnám, hitvallás. Kurátorként kormányszóvivő asszony szavait csak megerősíteni tudom, valóban hitvallás minden kiállított alkotás. Különösen fontos ez napjainkban, amikor azt tapasztaljuk, hogy kifordult a sarkából ez a világ, s benne Európa is. Csak hogy mi magyarok is Európa része vagyunk, sőt a történelmünk során számtalanszor mi védtük meg a keresztény Európát, vérünket adtuk érte.
Ezért az életüket feláldozó hőseink iránti tisztelet is arra késztet minket, hogy ezt a hitet megvalljuk, megmutassuk akkor is, mikor a nihilizmus söpör végig a földrészen, mondta a kurátor. A kiállítás a városvezető, illetve Kocka Kornélia lokálpatrióta kérésére érkezett Siklósra. Eredetileg ezt nem tervezték, idézte fel Józsa Judit. A tárlaton 82 művész, közel 100 alkotását láthatja a közönség, amiket a magyar himnusz ihletett. Kereszt és félholt históriás udvar, ez volt a címe a Múzeum utca elnevezésű rendezvénysorozat idei szombati programjának. Megelevenedett a történelem a Janus Pannonius Múzeum Káptalan utcájában, a históriás udvarban. Viselet, fegyver, mindennapi élet, ez volt a kínálat az érdeklődők számára. Igazi középkori hangulat fogadta a betérőt a Múzeum utca Plusz programon. Éppen a históriás udvarban jártunk, amikor ezek a bajvívó lovagok megmérették magukat. A közönség pedig igen hálás. Kicsik, nagyok, különböző korosztály, családok a résztvevői a megelevenedett történelmi bemutatónak. Páncélokat, fegyvereket néztünk meg. Igazából a nagyfiunkat érdekli mostanában a középkor, és ezért jöttünk el, hogy megnézzük. Nagyon érdekli mostanában a nagyobbik kisfiunkat ez, és minden téren, tehát lovagokat rajzol, páncélos lovagot rajzol, lovast rajzol, inkább a festés megy, neki nagyon szereti ezeket, de hát éljük ezt a mindennapokban, van mindenféle felszerelése hozzá, meg készítünk is otthon hozzá, úgyhogy most ez nagyon érdekli őt. Az ország különböző pontjairól érkezett hagyományőrzők által benépesített nyüzsgő 14-16. Századi középkori tábor életébe csöppenve a látogatók megismerkedhetnek a korszak viseletével és fegyvereivel, a mindennapi élet eszközeivel és sok más érdekességgel. Ők éppen a kaposvári fekete sereg lovagrend tagjai, Szabó Péter a kapitány és Jegenyés Balázs az egyik harcos. A csapat többi tagja a táborban tartózkodik. Ez egy nagyon régóta lévő érdeklődés. Gyerekkorom óta mi öcsémmel mind a ketten tagok vagyunk. Gyerekkorom óta, tehát fából faragtunk tényleg fakardot, avval ütöttük, vágtuk egymást anyámék legnagyobb örömére. És hát most én 2011 óta vagyok tagja a lovagrendnek. A lovagrend idén 21 éves, tehát 21. évi felállása van. Ez egy életmód igazából. Az embernek a gondolkodásmódjában is változást hoz, ha akarja, ha nem. Kicsit a középkori ember gondolkodásvilágába, életvitelébe, látásmódjába enged be tekintést, méghozzá úgy, hogy ez szerves részévé is válik valahol a mindennapi, hétköznapi életünknek is. Lett légyen az, nem tudom, a szavahihetőség, a becsületkódexek, modern értelmezési átvitele. Ez nem csak a hétvégéket veszi igénybe, ugye ez az egész, itt a felkészülések az hétköznapokban is benne vannak, mind a felszerelés, karbantartás, nehogy Isten gyártása, mind maga a hétvégére való felkészülés, ez a hétnek az végén mondjuk már össze kell pakolni a felszerelést, előkészülni, hogy a hétvégén megfelelően tudjon az ember megjelenni, és utána a hét elején pedig ezeket mind el kell pakolni, kell tisztítani. Tehát egy folyamatos elfoglaltságot igényel az embernek, nincs az, hogy most fél éven keresztül rá se néz az ember a dolgokra, mert megrozsdásodik, elványad, le kell ápolni a bőrdolgokat, a fém tárgyakat, mindegyiket. Tehát ez egy egész éves elfoglaltság az ember életében, plusz ugye mi azért minden hétvégén igyekszünk edzéseket tartani. A hitelesség véget fontos a korhű ruházat, ezért a hozzáértő készítőktől veszik, illetve maguk készítik viseletüket. Vannak az országban páncélkovácsok, Péter is egyébként ezzel is foglalkozik, de vannak ruha készítők is az ország számos pontján, akiktől ezeket a ruházatokat meg lehet vásárolni. Egyedileg is méretre, meg különböző típusokat is
lehet kérni tőlük. Mert szerencsére a 15. században rengeteg ruházat fönnmaradt, rengeteg típusú ruházat fönnmaradt, és ezekből lehet válogatni. Ezek tompa kardok. A valóságban is igazából csak a kardnak a vég, az utolsó egyharmad része volt kiélezve, pont azért is, hogy a kétkezesre fogjuk a kardot, vannak kimondott kétkezes technikák. Egyrészt azért is nem élezzük, hogy ne okozzunk nagyobb sérülést egymásra, meg a felszerelésbe is. Nagyobbat nem, de kicsi már volt azért. Van, igen, itt van az arcomon, és azt is egy kardnak a hegye okozta sajnos. A Históriás udvarban a többnapos programsorozat alkalmával a legújabb mohácsi csatatérkutatásról és tömegsírfeltárásokról is hallhattak előadást az érdeklődők a Janus Pannonius Múzeum szervezésében. Véget ért a Pécsi kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!